Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar vezetésére kiírt pályázat eredményesen zárult. A csütörtöki közgyűlésen a képviselőtestület Ruf Tamást egyhangú döntéssel választotta meg újabb 5 éves időtartamra. A szakmai bizottság véleménye szerint a pályázat részletesen kitér az intézmény múltjára és jövőképére. Nem csak Székesfehérvár, hanem a régió szimfonikus zenekarává kívánja fejleszteni az intézményt. Mint írják, a pályázó eddig igazgatói tevékenysége során stabilizálta a zenekar helyzetét, a minőségi munkát. A klasszikus zenei repertoár mellett a kortárs művek bemutatását, a fiatalok zenei nevelését, a közösség minél szélesebb rétegének megszólítását helyezte és helyezi előtérbe. Az igazgató és az általa felkért művészeti vezetés munkájának összhangja kiemelkedő, áll a szakmai bizottság anyagában.